Az elmúlt napokban a Sárközben, Gyönkön és Tamásiban írtották a szúnyogokat Tolna megyében. Az elmúlt napok hetek esős időjárása következtében ugyanis rengeteg a vérszívó országszerte. Különösen a víz közelében okoz ez gondot. Földi kémiai szúnyoggyérítés térségünkben azonban egyelőre nem egészíti ki légikezelésekkel, noha azt az országos tisztifőorvos egyedi engedéllyel lehetővé tenné. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője azt mondja, csupán a legjelentősebb szúnyogártalommal sújtott térségekben alkalmazzák a két módszert váltva. Szakértők döntik el, hol írtsák a vérszívókat repülőből is. Tolna megyében erre a hétre a kémiai úton történő gyérítés van előírva, viszont ez a földön fog megtörténni. Ugye tudhatjuk azt most már, hogy a tisztiorvosi főorvos engedélyt adott a légiúton történő gyérítésre is. Ez az országban a különösen extrém mértékben veszélyeztetett területekre érvényes. Ez jelen pillanatban Hajdú-Bihar, Csongrád-Csanád és Békés megyét illeti, a Tiszató környéke. A következő napokban Szekszárdon, Tolnán, Fadon, Gerjenben, Bogyiszlón, továbbá Dunaszentgyörgyön gyérítik a szúnyogokat autóból. Összegészében erre a hétre vonatkozóan 5750 hektárnyi területen fogják gyéríteni a szúnyogokat, ebből csak Szekszárd 1000 hektárt fog kitenni. Tehát itt durván az egyhatoda az, ami az itteni védekezést illeti. Szakemberek azt tanácsolják, hogy szúnyogírtáskor gyűjtsük össze, vagy takarjuk le a szabadban tárolt játékokat, élelmiszert, ruhákat, tartsuk zárva az ablakokat, ajtókat a kezelés idejére és az azt követő egy órában. Továbbá kapcsoljuk ki a külső levegőt bejuttató mesterséges, szellőztető berendezéseket. Ajánlott továbbá odafigyelni arra is, hogy a ház környékén ne legyen pocsolya, madárítató vagy bármiféle vízfelület. Ezekben akár ugyanis egy hét alatt kifejlődhetnek a csípőszúnyogok.